11 intézmény tartozik a Bonyhádi Varázskapu bölcsőde és óvodához. Az oktatási intézményekben megközelítőleg 430 gyermek jár, és ez a szám folyamatosan emelkedik. Ami Horváth Klára intézményvezető szerint elsősorban annak köszönhető, hogy sok gyermek érkezik vidékről Bonyhádra, de a külföldről hazaköltözött családok száma is nőtt az utóbbi időszakban tapasztalata szerint. Mindez kihat az óvodai jelentkezések számára is. Tavaly ősszel emiatt kissé nehézkesen tudták megoldani a gyerekek elhelyezését a különböző tagóvodákban. Átirányításokra kényszerültünk intézményen belül, tehát Bonyhádon, a Liget óvodában sokkal több volt a jelentkezők száma, mint amennyi üres férőhely rendelkezésre áll a következő évben, így elsődlegesen onnan irányítottunk el gyerekeket. Bonyhád város vezetése úgy döntött, több óvodai csoportot indítanak a következő tanévben. Eddig 19,3 félcsoport volt, és most pedig 20,2 félcsoporttal működünk tovább a következő nevelési évben. Egy óvodapedagógust is felvesznek a feladatok ellátására. Az új óvónő a kiválasztást követően augusztus 23-ától állhat munkába. Azért csak akkor, mert addigra befejeződnek a nyára tervezett felújítások. A vakáció ideje alatt ugyanis több mint 30 millió forintos fejlesztéseket hajtanak végre a bonyhádi és környéki intézményekben.